Kútvölgyi Kórház, 2019. január Magyarország. Hát ha jól tudom, szűk egy éve néz csak így ki a kórház. 3 éve kezdték felújítani. Jó, ez így működik. Ja igen, ez egy üzemelő kórház, ahogy látszik is ott a lámpákon. Tehát nem arról van szó, hogy egy elhagyott valami. Minden esetre kuriózum, vagy érdekesség. Ez itt az Ugligeti Szent Család templom, és mellette az idős nővérek otthona. Hát ezekről se tudtam addig, hogy ilyenek vannak Budapesten. Érdekes egy templom. Meg ez a nővérek otthona se kicsi, úgyhogy jó sok idős nővér lehet. De a templom jól néz ki. Jó nagy. Na, erre nem annyira számítottam. A berlini fal egy darabja, ez ha jól értettem. Itt a kiírást, van egy kis tábla. Mellette egy hozzáillő trabant. És mindez itt Budán a Máltai Szeretett Szolgálatnak az egyik telephelyén látható. Ott a ház oldalában is egy ilyen Máltai Szeretett Szolgálatos zászló. Hát, érdekes. Lóvasút, kulturális rendezvényközpont. Hát erről sem hallottam még. Itt van Zugligetben. Úgy látom, itt van valami kis, hát nem tudom, kiállítás lehet, vagy mi. Mindjárt megnézem közelebbről. Hát egészen rendezvényközpont kinézetű. Bent úgy látom, valami előadóterem lehet. Egy réginek tűnő felújított épület. Az egész. Hát ezt nem mondanám kiállítótérnek, inkább egy iroda van ide rittyentve így díszesen. Aha. A környékbeli látnivalókról van egy ilyen kis képes összeállítás. Pont tükröződik az ablak. De ha valaki véletlenül a libegő fele gyalog megy, akkor ez egy jó látnivaló. Íme a libegő, meg mellette egy kicsit látszik a Tündérhegy. Meg az Erzsébet kilátó ott a fák között. Hát végre úgy néz ki, hogy januárban ki kell nézzen a táj. Havas. Szerintem még itt napvilágnál föl fogok érni oda a tetőre. Legalábbis megpróbálom, gyalog. Íme a Tündérszikla, mellette van a libegőnek az induló állomása, és ott fönt az Erzsébet kilátó. Hát, a sorrend egy kicsit más lesz, innen a libegőtől indulok, föl a Tündérszikla tetejére, majd onnan át a Erzsébet kilátóhoz. Utána meg vissza a Normafához. Ez most itt a terv. 58-as kis vendéglő. Hát ez is elég jól néz ki, de korábban nem hallottam róla. Hagyományok múzeuma. Van itt valami. Közben itt eléggé jeges a talaj, úgyhogy tényleg akár korcsolyapálya is lehetne itt a parkolóba. Majdnem elestem. Mi van, cica? Ne pattadj meg. Nem akarsz szerepelni? Psz, cicit. Közben itt a hagyományok őrzése múzeum termékház. De mégiscsak jött a cica. Na. Mit hízeleksz? Jó kövér macska vagy. Megcsinézlek. Nem vagy meleg. Budapest, illetve Buda közepén azért ilyen hangulatos kis ösvények is vannak. Ez itt konkrétan a Tündérsziklához vezet föl. Hát annak az ösvénynek ez még
nagyon az eleje, de már most jól néz ki, még így télen is. Nyáron meg aztán pláne van egy hangulata ezeknek a szép sárga szikláknak. Úgyhogy nem kell Budapesttől messzire menni, ha az ember egy jót akar kirándulni. Konkrétan ki se kell menni a városból. Elég meredeken jön fel itt az út, úgyhogy igen hamar lehet szinteket gyűjteni. Innen már van kilátás is a város ezen részére. És hát már sokkal jobban látszik a tündérszikla ott. Íme a tündérszikla közelebbről. Nem tudom, mennyire látszik, azért a szemközti oldalon is már egy ilyen jó kis szerpentinező ösvény. Meg itt a tündérsziklán is volt, amikor még itt a meredeken mentek föl a bátrak. De a jelenlegi ösvény is azért szépen emelkedik. A tündérszikla teteje. Ki lehetne mászni, de most itt a hóba inkább nem kockáztatok. Hát és körbe meg a budai hegyek. Nem mondjak hülyeséget, inkább nem sorolom őket. De talán ott alul az az Apáti szikla lehet. Kicsit átmegyünk ide. Ugye látszik, az előbb is látszott a hármas határhegy. Arrafele vannak az oroszlán sziklák. Ez itt a... Hú, milyen hegy? Na mindegy, majd otthon megnézegetem őket. De hát... Látszik a város egy része. Arra van a rózsadomb. Még Pest is látszik. De persze innen még folytatódik az út fölfele. Úgyhogy van még mit menni a János-hegyi Erzsébet kilátóhoz. Kicsit föntebbről még jobban látszik a tündérszikla és annak a meredekébbik oldalának a mérete. Azért az már egy jó 20-30 méteres meredek fal. Meg itt, ahol most állok, itt is látszik, hogy régebb talán még másztak is tudtam, ma most már ez tilos, de legalábbis ilyen standnak kinéző fémek vannak. A kilátás az meg ilyen. Erzsébet kilátó pont ez a fa mögött van. Kicsit odébbről az előbb látszott, de azért itt nem nagyon tudok úgy ugrálni. Úgyhogy, hát az meg ott a normafa lényegében, ahol vannak azok a kis havas tisztások. Nem sokkal a tündérszikla fölött, itt a tündérhegyi úton, a tündérhegy oldalában, a tündérhegyi kőfejtő is megtalálható. És ott a fák fölött egy picit kikandikál a Erzsébet kilátó. Úgyhogy oda megyek. Itt már azért szépen megvan a hó maradva. A tündérhegyi kőfejtő fölülről. Jó meredek kis ösvény jön föl. Ami most meg ráadásul csúszik is, tiszta jég. Itt a fák mögött vannak a tündérsziklák. Na, azért fogy már a távolság, közeledik az Erzsébet kilátó. Ugyan láttam a libegő indulóállomását, föl se tűnt, hogy ebben a télies időben még jár a libegő. Úgyhogy most éppenség eléggé lihegek, itt fölkaptattam, de lehetett volna akár libegővel is jönni. Nyilván nekem nem ez volt a cél. Hát még ott a ködbe látszik, hogy az Erzsébet kilátó még innen odébb van. Még az is lehet, hogy rám sötétedik, mire odaérek. De most már csak becsületből is fölmegyek. A libegő. És mögötte az Erzsébet kilátó. Íme. Éppenséggel lehet pótolni az elvesztett folyadékot is, meg a elvesztett energiát is a libegőházba. Azért van még kaptató az Erzsébet kilátóig is.
lehet választani, hogy egy aszfaltozott úton megy föl valaki, vagy a lépcsőkön. Hát én most nekiveselkedek a lépcsőnek. Hát nem is tudom, mennyi lehet szintbe, de azért ki fogok izzadni. Az Erzsébet kilátó. Vannak is fönn páran, habár most nagy kilátás nincs, de tiszta időben innen a városnak az egyik legszebb körpanorámája van. Hát én már máskor láttam, meg majd még fogom. Most a toronyba a fölmenést nem erőltetem, úgyis úgy látom, hogy már sokan vannak fönt. De aki ide fölmászik, és mondjuk nem ilyen ködös az idő, az semmiképp ne hagyja ki. Íme a normafa.